Star Wars kötetekért látogassatok el a szukis.hu-ra. Link a leírásban. Ahogyan a délutáni livestreamben is láthattátok, végre megérkezett a Star Wars Squadrons című vadjúi Star Wars játék első előzetese, illetve elég sok információt is kaptunk a játékból, amelyek közül igyekeztem a legtöbbet átvenni az élőadásban, amennyire tudtam, azonban nyilván ez ott akkor abban a helyzetben nem volt teljesen lehetséges. Azóta viszont a GameSpot kiadott egy cikket, amelyben összegyűjtöttek minden hivatalos információt a játékkal kapcsolatban, illetve én is átsiklottam egy pár dolog felett, valamint ez a cikk tartalmaz olyan dolgokat is, amely csak a sajtó számára lett elérhetővé téve, és ők beszéltek róla először, így összegyűjtöttem az összes információt, amit jelenleg tudunk a Star Wars Squadronsról, hogy egy kicsit rövidebb, ilyen tömörebb, kompaktabb videóformában is meglegyen ez az egész, és hogy egyértelmű legyen mindenki számára, hogy mi is ez az egész. Azonban mielőtt belekezdenénk, még egy kicsit szomorúbb hírről is szeretnék beszámolni nektek, ami viszont várható volt. Sajnos az idei Star Wars Celebration elmarad, legközelebb pedig 2022-ben lesz, ugyanúgy Anaheimban, mint ahogyan idén lett volna. Nem értem, hogy miért nem jövőre és miért kell 2 évet halasztani rajta, de elméletileg ugye a következő Star Wars film is 2022-ben jön majd, szóval lehet, hogy akkor már tudunk majd arról is bizonyos dolgokat. Emellett biztos vagyok benne, hogy fognak online bejelentéseket is tenni, illetve nyilvánvalóan az új érkező dolgoknak előzetest és ilyesmit fogunk kapni. Ez nyilvánvaló, ehhez nem feltétlenül kell a Celebration, csak ez mindig egy jó alkalom volt arra, hogy ott lehetett ezekre számítani, most pedig tényleg teljesen a sötétben vagyunk megint azzal kapcsolatban, hogy mikor várhatunk bármilyen bejelentést vagy előzetest, és ez egy kicsit szomorú, de azért ez valamennyire várható volt, és nem is értem, hogy miért húzták ilyen sokáig ennek a bejelentését. Na de akkor nézzük is, hogy mit tudunk összesen a Squadronsból. A GameSpot cikke alapján, illetve az előzetesből és az EA oldalából nagyjából minden lényeges információt tudunk a játékról. Multiplayer és singleplayer is lesz a játékban, ez ugye a live-ban nem volt teljesen egyértelmű, pedig egyébként már az EA oldalán is ott volt, csak valahogyan átsiklottam felette, de mindkettő, tehát mind multiplayer, mind pedig singleplayer kampány lesz a játékban. A multiplayerben eddig 2 játékmódot ismerünk, az egyikben az ellenség zászlós hajóját kell majd megsemmisíteni, ennek a módnak a neve Fleet Battles, míg a másik gyakorlatilag egy Team Deathmatch, Dogfights néven. A hajóink teljes egészében testre szabhatóak lesznek, nem csak külső, de teljesítmény szempontjából is. Mind matricákkal, mind pedig festésekkel felturbózhatjuk majd a hajónkat a saját ízlésünknek megfelelően, ugyanakkor a pilótánk ruháját is kiválaszthatjuk majd, hogy milyen repülős ruha van rajta. Emellett a játék során fokozatosan elérhetővé tehetünk majd különböző teljesítményt átalakító eszközöket, különböző fegyvereket, kasznikat, hajtóműveket és pajzsokat is, amik befolyásolják azt, hogy a hajó hogyan teljesít ezeken a területeken, tehát különböző statjait tudjuk majd változtatni a saját hajónknak. Nagyon fontos, hogy minden testre szabhatósági opció a játékban csak is játékkal lesz elérhetővé tehető, semmi mikrotranszakció nem lesz a játékban. Ez nagyon fontos, és az EA-t ugye sokszor támadják emiatt, és a Battlefront 2 kapcsán is volt botrány ebből, viszont ebben a játékban nem lesz egy darab mikrotranszakció sem. A Battlefront 2-höz hasonlóan itt is klasszokba lesznek osztva a hajók, mivel az időpont például a TIE Defender használatát nem teszi lehetővé, és sajnos ez kiesett a játékból. Lesz most is egy fighter, valószínűleg egy interceptor, egy bombázó, illetve kiegészül még egy csapatszállítóval is. Tehát a lázadóknál, illetve az új köztársaságnál játszható lesz az X-szárnyú, az A-szárnyú, az Y-szárnyú, valamint az U-szárnyú, vagy U-wing. A birodalmiaknál pedig a TIE Fighter, a TIE Interceptor, a TIE Bomber, illetve a TIE Reaper, amelyel ugye a Zsivány 1-esben találkozhattunk a Scarifen. PC-re, PS4-re és Xbox One-ra fog megjelenni a játék, és a multiplayerben crossplay is lesz ezek között a platformok között. A single player kampányban, ahogyan az már a trailerből is egyértelmű volt, az Endori csata után járunk majd, de még a Jakku-i csata előtt, és egyes küldetésekben az új köztársaság, még más küldetésekben a birodalom pilótáit fogjuk irányítani. A birodalom oldalán főszereplőink a Titan Squadron, még a köztársaságnál a Vanguard Squadron, akiket korábban már említés szintjén láthattunk az Alphabetosztag című regényben, ami szintén ugyanebben az időszakban játszódik, ami szerintem egy nagyon jó kis összecsatolás. Ami nagyon izgalmas még a játék történetével kapcsolatban, hogy ahogyan a trailerből is láthattuk, számos ismert karakter fel fog tűnni a játékban. Ebből eddig 2 van hivatalosan megerősítve, az egyik Hera Syndulla, a másik pedig Wedge Antilles. Emellett a hajók irányításában jelentős különbség a Battlefronthoz képest például,
és több mélységet ad az egésznek, hogy az energiát el lehet osztani három különböző rendszer között, amelyek a hajtómű, a pajzsok és a fegyverek. Korábban ugye láthattunk már más játékokban hasonlót, például az Old Republic MMO-nak a hajós PvP részében is hasonlóan működik, illetve a régi X-szárnyús játékokban is hasonlóan működött a dolog. Tehát nyilván, hogyha a hajtóműre adja az ember az energiát, akkor gyengébb lesz a pajzsa, és gyengébbet fog lőni a hajó, viszont gyorsabban fog menni, és manőverezhetőbb lesz. Pajzsok esetén lassabb lesz, és szintén gyengébbet fog lőni, viszont nyilván a pajzsai erősebbek lesznek. Fegyverek esetében pedig szintén valószínűleg lelassul a hajó, és sebezhetőbb is lesz, viszont nagyobbat fogunk tudni sebezni a fegyverekkel. A játék $40 áron lesz beszerezhető, ez az előrendelés, illetve a megjelenési ár is. Az első gameplay június 18-án fog érkezni az EA Play-en, maga a játék pedig október 2-án fog megjelenni. Jelenleg ez minden, amit tudunk a Star Wars Squadronsról. Én nagyon izgatott vagyok emiatt a játék miatt, és engem ezek az adatok, amiket megtudtunk, nagyon érdeklődővé tettek a játékkal kapcsolatban. Nagyon izgatott vagyok. Régen nagyon-nagyon szerettem az X-Wing Alliance nevű játékot, és ez a energiaelosztás egy kicsit hasonlít ahhoz a rendszerhez, ami abban volt. Másrésztről pedig a Battlefront 2-ben is az egyik kedvenc játékmódon volt a Starfighter Assault. Így nagyon-nagyon kíváncsian várom már ezt a játékot, és nagyon várom az EA Play-t 18-án, hogy végre játékmenetet is láthassunk a játékból. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg, és csatlakozzatok a Porkacserekhez a Facebookon és a Discord szerveren, ezekhez a linket megtaláljátok a leírásban, valamint a komment szekcióban is.